Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket újból, és mivel az utolsó lovas fesztiváli héthez érkeztünk, én nem szeretném elszalasztani az alkalmat, hogy kihasználjam azt az időszakot, amikor dupla XP-t kapunk a versenyekért. Egyébként is meg kéne csinálni, de szeretném a kellemeset a hasznossal összekötni. És mivel jelenleg nincs edzeni való lovam, ezért úgy döntöttem, amit mondtam is nektek, hogy szeretnék venni még egy lipicait. És ki is választottam, hogy melyik lesz az, illetve titeket kértelek, hogy írjatok nekem névötleteket kimondottan a vörös lipicaira, vagyis hát nem vörös, hanem inkább pej. Csak nekem inkább ilyen vörösesnek tűnik. Na, és hát végül is azt kell mondjam egyébként, hogy sikerült olyan neveket írnotok, amin azért elgondolkodtam, hogy milyen jó lenne, ha az lenne a neve. Ugye beszéltem róla, hogy ha már a lipicai egy magyar fajta, akkor valami olyan nevet adjunk neki, ami legalább valamennyire kötődik ehhez. Na most ezt nem sikerült teljes mértékben a kiválasztott névvel elérni, de szerintem egyébként nagyon jó lesz. És akkor szőrszín sörény cseréje. Na már most én szeretném neki megváltoztatni a sörényét, csak még nem döntöttem el, hogy melyikre. Mert szerintem ez lesz a tuti. És a másik lipicaimnál ugye nem választottam ezt a fajta farok, nem is tudom mit. Erősködök, hogy kimondjam, de nem fog eszembe jutni, mert hülye vagyok. Szóval nem ezt a stílust választottam, mondjuk így, de most szeretném ezt. És most imádkozom, hogy amit kinéztünk, az elérhető legyen. Hát nem. Jó, hát akkor ez nagyon gyorsan megdőlt. Na mindegy. Akkor viszont... Akkor viszont ő Boldizsár lesz. Mert úgy döntöttem, hogy most ezt a nevet adom neki, és csődör lesz, és felnőtt. Ő lesz a Boldizsár. Boldika. Utálni fog a nevéért, de nem probléma. Na, vegyük meg! Vegyük meg, mert még elgondolkodom rajta a végén, aztán akkor már nem fog kelleni. Na, lóra fel. És akkor nézek majd neki egy szettet. Ha minden jól megy a karakteremre is. Hoppa, nem ezt akartam. Nagyon baba. Nem is tudom, olyan fura nekem ez a ló. Mármint olyan... Jól néz ki. Egyébként, és... És igen. Tudom, hogy ezt ebben is megfogalmazhattam volna, de... Nem tudom, valahogy most úgy nem... Nem jönnek ki úgy a szavak a számon. Azt se tudom egyébként, hogy milyen szettet... aggassak rá. Teljes tanácstalan vagyok, bár azt hiszem, hogy ez a póló maradhat ehhez az összeállításhoz. Mindjárt megpróbálok valami maradandót alkotni. Kisebb-nagyobb sikerre talán még sikerülni is fog. Van itt egyébként nekem sok cuccom, csak nem mindegyiket tudom. És miért szállt le a lóról? Ti ezt értitek? Istenem. Hát nem is tudom, hogy milyen szettet adjak rá. Ilyenkor a bőség zavara van egyébként, tudom, hogy nem tűnik olyan... Mi nem tudok visszaszállni? Na mindegy. Tudom, hogy nem tűnik úgy, mintha annyira válogatni kéne, mert azért elég kevés cucc van itt viszonylag. És most ilyenkor mi van? Az igen. Jó, ez nagyon jó. Akkor kérek egy hazaszállítást. Hát erre nem számítottam, bevallom. Erre abszolút nem számítottam. Hát nagyon remélem, hogy működni fog. Na, jó van. Őszinte leszek, lehet, hogy vissza fogom változtatni a sörényét, legalábbis a farkát, mert nekem ez így nagyon fura. Olyan, mintha fele akkora lenne a ló így farok nélkül, és jaj!
vagyis hát így ilyen összefonott farokkal, és hú. Patkót azt nem raktam rá egyébként, azt elfelejtettem, de az, azt hiszem nincs is az inventorimban, hanem csak a lovaimon van. Egy-kettő elvétve, szóval azt nem fogok tudni. Hát mindegy. Na, hát a mozgását azt nem kell bemutatnom, szerintem. Úgyhogy nem is megyek bele ezekbe a dolgokba. És meg is nézem, hogy tényleg dupla XP-t kapunk akkor az edzésekért. Igen, igaz, 800-at. Kíváncsi vagyok, hogy most 800 XP-vel hány szintet lépek így egyszerre. Megint egyébként akkora XP mennyiséget tudunk különben begyűjteni, hogy még én is meglepődöm rajta. Bár egyébként azt már el kell mondanom, hogy a Lovas Fesztivál egyik legjobb része, mármint ami a legtöbb hasznot hozza szerintem, az újfajta lovak és a versenyek. Tehát az XP mennyiség, amit kapunk, az szerintem az minden szempontból egyébként így kielégítő mértékű. Szerintem. Tehát ugye ez csak azoknak jó, akiknek van mit edzeni, mert akinek nincsen sajnálatos módon, az hiába is akar valami maradandót alkotni. Ha más nem, egyébként legalább unaloműzésnek. Jó, meg hát persze a zsetongyűjtés. És én is nem is tudom, hogy mennyi van. 673, hát talán meg lesz a 700 a következő videóra, amit majd fölveszek. És akkor meglátjuk, hogy hogyan fognak zajlani az események. Ezt nem is tudom most megcsinálni. Na, 3 szintet léptünk, az nagyon jó. Az nagyon-nagyon jó. Na, keresek még itt egy... Ja nem, ha Jorvik lovardába szeretnék menni, mert most ezt az állatkeresgetés annyira most nem hiányzik nekem, megmondom őszintén, mert csak azért sem, mert annyira nem fűlik a fogam hozzá, hogy kóvályogjak. No. Lássuk csak. Egyébként, hogyha van esetleg valami konkrét véleményetek a Lovas Fesztiválról, vagy a lipicaiakról, mert hát nyilván azokról is van mit mondani, akkor ne tartsátok magatokban, írjátok meg nyugodtan. És arra lennék kíváncsi egyébként, hogy mit szóltok ehhez, hogy ezekhez a csapatversenyekhez. Igazából erre lennék kíváncsi, mert igazából egyrésztről elég körülményes volt nekem legalábbis, mert ugye én esténként nem érek rá, amikor a többség fönt van, hanem én vagy délután sem, és én általában reggel szoktam feljönni, amikor még nem is nagyon vannak fönt. Tehát nem mindig sikerül kihalászni az embereket egyébként erre, viszont azt kell mondjam egyébként, hogy mivel így mindannyian valamilyen szinten rá vagyunk szorulva a másikra, szerintem ebből a szempontból ez egy jó csapatépítő, amit kitaláltak. Annyi benne a rossz ugye, hogyha nem találsz éppen senkit, akkor sajnálatos módon nem fogod tudni megcsinálni ezeket a feladatokat, de szerintem nem nagyon találni olyat, aki azért nem tudta megcsinálni, mert senki nem vette be csapatba, nem? Hát nálam is voltak, akik így segítőkészek, meg aranyosak voltak, hogy mondták, hogy nekik amúgy már készen van. Tehát ők már megvannak vele, de nagyon szívesen megcsinálják velem is. Szóval szerintem ilyen szempontból nagyon rendesek voltatok, meg aranyosak, hogy ennyire segítőkész üzemmódba kapcsoltatok, úgyhogy ha más nem, tényleg szerintem ez egy jó barátságszerző feladat, én úgy gondolom legalábbis. De nyilván javítsatok ki, hogyha tévedek, mert nyilván helyettetek nem beszélhetek, mégis csak ti vagytok többen, én csak egyedül vagyok. Nem valószínű, hogy utolérem azt a halflingit, igaz? Tegyétek meg tétjeiteket. Szeretek így versenyezni egyébként, hogyha van előttem valaki, mert legalább van egy célpont, amit ilyenkor belövök, és akkor megyek utána. Plusz még az útvonalat is tudom, hogy merre kell menni. A másik meg, amire kíváncsi vagyok, hogy haladtok a díjlovaglással? Nagyon érdekelne, hogy ennyi idő után sikerült-e mindenkinek elsajátítania. Nekem elsőre nem szokott sikerülni, de általában ilyen negyedik, ötödik alkalomra azért így össze tudom hozni.
nagy nehézségek árán azért azt hozzáteszem, de tényleg azért ahány órámat beleöltem, azt kell mondjam, hogy még mindig nem gáz, hogy most már ennyire megy. Tehát megérte az a pár belefektetett óra, de az nagyon, nagyon idegölő és hosszú volt, úgyhogy remélem, hogy most már még egyszer nem kell ilyenre adni a fejemet. Mert ez egy kicsit, hogy mondjam, hát, most finoman akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy megterhelő volt, de hát én agyvérzést kaptam. Bevállalom, hogy agyvérzést kapok. Na, elég most egyelőre a versenyekből, a bárónőre vagyok kíváncsi. A bárónő le van nyűgözve. Emlékszalag, ó. Itt az idő, fontos bejelentésem van. Ó, és kapok 250 XP-t. Na, lássuk. Ó. És oda kell állni? Vagy onnan kiabált le nekem? Igen, pont, neked pont most kellett beletrappolnod a képernyőbe, komolyan mondom. Remélem föl is rakja a szalagot a lovamra amúgy. Még jó, hogy ilyen szép szettet választottam, alkalomhoz illően. Na, köszönöm mindenkinek, aki eljött a háttérben Godfrey-vel, meg... Ja, Sabin is ott van. Hozzátok hasonlóan én is majd kiugrom a bőrömből, hogy végre csatlakozhattam hozzátok. A mai nap jelentős számotokra. Nem, mindannyiunk számára. Örültem, hogy időt tudtam szakítani fontos teendőim közepette, hogy ellátogassak erre a különös fesztiválra. Én meg ezt lehalkítom, mert nem hallok semmit. Saját hangomat se. Mi? Amely annak ellenére, hogy címzetes mecénás nélkül áll, kiválóan támogatja a lelkes versenyzést. De ami a legfontosabb, ez a fesztivál lehetőséget nyújtott nekem arra, hogy felfedezzem Jorvik legkiválóbb lovasait. Zoe a versenyzésben tanúsított kiválóság iránti elhivatottságot kifejezetten lenyűgözött. Lovasi képességeidet nem csupán előttem bizonyítottad, de a fesztivál minden résztvevője előtt is. Természetesen ezt a szintű elismerést a társad Boldi Zsár nélkül nem érhetted volna el. Mindketten túlszárnyaltátok az elvárásaimat, és ezért ezzel a különleges díjjal szeretném kifejezni elismerésemet. Zoe, kérlek, fogadd el a Silverglade öröksége szalagot. Egész életem során csak nagyon kevés lovasnak ítéltem oda ezt a szalagot, és most itt az idő, hogy neked adjam át. Remélem, tudsz majd időt szakítani arra, hogy elismerd a saját magad és Boldi Zsár teljesítményét. Ma titeket ünneplünk. Ó! Összesen ennyien? Tényleg? Micsoda megtiszteltetés. Hát azt hittem legalább fölpakolja rám. Na mindegy. Na megkapod akkor ezt. Ez mi? Arany díszalag. Gratulálunk, megnyerted a bárónő bajnokságát. Oké. Megoldom. Na, srácok, akkor most, hogy ezzel készen vagyunk. Hát én rohadt kíváncsi vagyok, én megpróbálom megcsinálni ezt a feladatot. De csak egyszer, jó? Csak egyszer, mert ha elrontom, most nem akarom ezzel húzni az időt, csak kíváncsi vagyok, hogy 1200 XP-ért mennyi motivációm van arra, hogy megcsináljam. Kíváncsi vagyok, nektek mennyire sikerült egyébként megegyeznetek az útvonalat, ugye minden attól függ különben, hogy mennyire memorizáltad be, hogy melyik kanyarnál merre kell fordulni és hogyan. Na most, azt nem mondom, hogy maximálisan megtanultam egyébként, vannak hibáim, de hát kinek nincsenek, ugye? Például, hogy megint nem csuktam be az ajtót, és biztos vagyok benne, hogy a hülye macskák úgyis be fognak majd jönni, úgyhogy ha káromkodást hallotok, akkor az csak én vagyok. Na, sok mindenre rájöttem egyébként, amíg itt szívtam ezen a versenyen. Sokszor egyébként olyan dolgok miatt buktam el, amiről ugye videót is csináltam, hogy annyira nem is tudom, ilyen irreális volt, hogy te átmegyek a checkpointon és nem fogadja el, mert most neki éppen olyanja van, hát nem tudom, azt úgy valahogy annyira nem szívesen vette be a belem, de mindegy. Mondom, ez az első és az utolsó mai próbálkozásom, ha nem sikerül, akkor nem fogom húzni itt az időt, mert tök fölösleges, mert ilyenkor, amikor elsőre nem szokott menni, akkor általában még 8 próbálkozás kell, mire normalizálódik a helyzet, és hát nem biztos, hogy nektek hiányzik az, hogy én itt izégassak. Szerencsétlenkedjek, mert azt hiszem, hogy már elégszer végignéztétek ez alatt a pár hét alatt, hogy mégis mit vagyok képes itt művelni.
De hát nyilván nem szeretném én elcseszni egyébként, most majdnem csúnyát mondtam. Tehát tényleg semmi hangulatom hozzá különben, hogy elroncsam, tehát szó sincs róla. Nem is direkt csinálom. Ha direkt csinálnám, akkor nem idegesíteném föl magam ennyire egyébként, tehát valamikor még így is sikerül. Most csak az a kérdés, hogy el fogja elfogadni azt a másik. Ezt a másik részt, mert most már csak ez az egyenes szakaszon viszont, de mindig itt szokott meghúzni különben. Úgyhogy mindig itt dönt úgy, hogy hát én most megkarcolom, mert miért is ne. Itt egy kicsit beljebb próbálok menni, hogy elfogadja a checkpointot, ahogy az legyen, hogy nem tetszik neki. Kenter. Úgy kenterbe vágom ezt a rohadt pályát, az édesanyja nem tudná ennyire kenterbe vágni. Na? 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 Működj! Működj, buksi! Jó van, ezt már megnyertem. Srácok, hát most ez az egyet, ez az első olyan alkalom, hogy nekem sikerül... Na. Félre is nyomtam, hogy nekem siker, és úristen, 90/90! Na ezt most én megörökítettem, srácok! Ezt most én megörökítettem, ezt jól nézzétek meg, 90/90! Én, aki született szerencsétlen barom állat vagyok, nekem sikerült. Ha nekem sikerült, srácok, akkor nektek is. Ezt komolyan mondom. Ha nektek nekem sikerült, akkor nektek is fog. És egyébként nem is csináltam még semmit, de már 6-os szintű a lovam, úgyhogy ez fergeteges. Ha másra nem is, erre nagyon jó a lovas fesztivál. Na, hát most, hogy ezzel kész vagyok, és a bárónőt is lerendeztem, a legközelebbi videóban majd a zseton leadásokkal fogunk foglalkozni, megnézem, hogy mit kapok a zsetonokért cserébe, és akkor lesz majd még egy videó reményeim szerint, amikor majd vásárolok is talán egy kicsit, de azt majd megnézzük, mert még az árakat még nem is tudtam igazából úgy szemügyre venni. Úgy átfutottam egyszer, még veletek, na akkor néztem meg utoljára, jó? Úgyhogy én mára elköszönök tőletek, mert még rengeteg dolgom van, most csak szerettem volna megvenni ezt a csodálatos lipicait, meg megmutatni, meg tudom én is csinálni ezt a nyomorult pályát. Úgyhogy én mára elköszönök tőletek, kellemesen kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és remélem, hogy azért még találkozunk mostanság, időmtől függően egyébként, de a zsetonokat mindenképpen szeretném majd beváltani, úgyhogy legközelebb találkozunk, legyetek itt akkor is, és még egyszer kellemes hétvégét kívánok nektek. Sziasztok!